Sziasztok, Johnny vagyok, üdvözöllek a csatornán, és a mai videóban a 100 kis állat kihívást fogom folytatni. És hát talán ebben a részben már lesznek kutyáink is, hogyha minden összejön. Hát remélhetőleg eljutunk odáig, azért szeretném a macskás dolgokat még gyorsan befejezni. Úgyhogy megpróbálom még őket kiképezni, amennyit tudok. Ugye hogy azért, hogyha beköltöznek a kutyák, akkor lassan lehessenek kis kutyáik is. Túl fáradt, igaz? Na jó, akkor elküldöm aludni. És holnap folytatjuk a dolgokat. Közben azért figyelek, hogy hát ha valamelyik macska neki jár rosszalkodni. Főleg Timó, ugyanis Timónak már csak egy valamit kéne megtanulnia. És akkor őt ki lehetne igazából költöztetni. Arra körültem volna, hogyha Flora ront valami csapot önbe. Szintén bele tudnának hemperegni, de úgy látom, hogy ahelyett, hogy fönt... Vagyis ahelyett, hogy lent rongálná a csapokat, inkább fönt a számítógéppel szórakozik. Na, kis... Nem aludtak ki magátok, amire keltél fel? Még aludj egy picit nyugodtan. Ez már bűzolag, úgyhogy szerintem ezt már kidobom. Már nem kell. Nem tudom, hogy újra ki lehet -e venni, és akkor megint bűzölögni fog, vagy nem. Meglátjuk. Hopp, valamelyik macskánk rosszalkodik, gyorsan rá is szólok. Még hozzá Kajla az, aki neki állt rosszalkodni. Igen, köszönöm szépen azokat a neveket, amiket írtatok legutóbb. Megpróbálom őket felhasználni, amennyit csak lehet. Nem felejtem el őket. És most megint valamelyikre rá lehet szólni. pedig mandarinra. Jaj, ne vidd ki, ne vidd ki teljesen. Úgy, tökéletes. Mandarinra is szólj rá. Persze egyelőre még, még nem tanulták meg, de már. Timó merre van? Timó, te miért nem rossz alkotsz? Ott van Timó. Jó. Menjen el, akkor adja el ki a növényeket. Én addig figyelem Timót. Ő az, akit most nagyon kell figyelni. Ó, megint rosszalkodik valamelyik. Mandarin ismét. Gyorsan rászólunk. Jó, Mandarin egy dolgot megtanult, akkor én ezt gyorsan fel is írom, hogy nehogy elfelejtsem. Hogy kéne megint kirakni csapdát ide a pultra is. Lehet, hogy azt tanulta meg, hogy ne fel a pultra. Tudunk -e ebből venni egyet? Mert ha igen, ne meg, nem azért mondtam. Akkor azt lerakom a... Ha, Timo, Ez az! Ez az! Gyerünk, szólj rá is! Kérlek, tanuld meg, Timó! Nem, már hogy nem. Gyorsan, még egyszer szólj rá. Megengedi. Nem ízlik a kajakot? egy le, amúgy se vettem ki. Ez az. Timo készen van, úgyhogy három cicát ki is tudnék költöztetni. Megnézem, hogy megengedi-e, mert ugye legutóbb itt voltak problémák, és nem engedett ki költöztetni semmit, vagy senkit. látjuk, hogy most megengedi-e. Valamiért továbbra sem engedi, úgyhogy hát lehet, hogy az lesz a megadás, hogy meg kell várnunk, amíg elvisztorált tudunk búcsúzni véglegesen. Mert uh, nem nem engedi valamiért. Fogalmam sincs, hogy miért. Azt írja, hogy túl sokan vannak a háztartásban, de ezt nem teljesen értem, hogy ezt most mire írja pontosan. De esetre ezt ide berakjuk, hogy tudjanak vele játszani, ezt meg kidobjuk. Mi történik? Ó, falánk! Ő növekszik. Nagyszerű. Oké. Okay. Falánk felnőtt és azzal a lendülettel felugrott ide illetve bele is evett a kajába, úgyhogy gyorsan mind a rá tudunk szólni. Megpróbálok kétszer rászólni. Igen. Jó, egyet tanult falánk. Igen. Jó, ezt még nem tanultam meg. Melyiket tanultam meg, azért azt jó lenne tudni. Azt, hogy ne egyen bele. De azt még nem, hogy ne ugorjon fel, csak az így nehezebb lesz. Mert akkor nem is fog felugrani, hogyha nincs ott miért felugorjon, igaz? Na mindegy. Hát remélhetőleg azért valamit csak tudunk tenni, hogy mégis megtanuljon valamit. És mandarin elindult a szemét fele, hogy megegye, úgyhogy gyorsan, kétszer megpróbálok rászólni. Jó, megtanulta. mandarin, megtanult egyet. Bocsánat, mandarin, megtanult kettőt. Ő volt az, aki az előbb is megtanult valamit. Úgyhogy uh, mandarinnak már csak egy dolgot kéne megtanulni, és ő készen lenne, pedig még ilyen kis icipici cica. Úgyhogy nagyon jól haladunk. Most már tényleg csak azt kéne valahogy elérnem. Miért a földről veszed fel azt a kaját? Most komolyan azt akarod megenni? Megőrültél? Tedd már le! És össze-vissza teleportál. Na figyelj, ezt a csapot kéne valahogy elrontani, hogy víz is legyen a lakásban, hogy legyen mivel osztalkodniuk a macskáknak. Hát ha. Most már Timo ugye készen van, a többiek azok még uh, váratnak magukra. Kíváncsi vagyok, hogy az is uh, most fog-e aki aki falánkkal együtt született, ő volt Bagéra. Bagirának is itt az ideje, hogy Felnőjön, és sikerült elrontanom a csapot. Végre van most már víz is a lakásban. Ezt a csapot most nem fogjuk megszerelni, mert ez lesz a csali csap. Hogy lehet ugyan venni őket, hogy rosszalkodjanak. Remélhetőleg sikerül. És éhes, oké. Okay. Van még valami a hűtőbe? Nincs semmi. Jó, mindegy, akkor szerintem vegye gyorsan ki valamit. Mert az is lehet, hogy nem sokára iskolába kell mennie. Ja nem, ma nem kell iskolába mennie. Szuper. Akkor végre van egy napunk, amikor ráérünk a macskákkal foglalkozni, meg csinálni a kertet is. Nincs kajájuk. Meg kéne tölteni a kajástálat. Úgy látom, egyik sem nagyon akar a pocsójával játszani, úgyhogy kár volt ezt így intéznem, hogy legyen pocsója. Hopp! Falánk ismét felugrott. Uh, akkor most kéne gyorsan kétszer rászólni, hogyha lehetséges. Hogy ezt megtanulja. Na mi van? Csak egyszer szólt rá? Hmm, ennek nem örülök, hogy csak egyszer szólt rá végül. De esetleg ezek a kaják itt megromlottak, úgyhogy akkor főzhetne valamit. Amit majd ki fogunk tudni. Ó, oh, várjunk csak! Itt kint ki rosszalkodik? Puszadni? Ja, az nem baj, hogyha oda felugrik. Oké. Okay. Csak ide nem szabad felugornia. Akkor... Mi lehet csábító a macskáknak? Egy kis halacska, egy kis. hát nem is tudom, elég kevés dolgot tud főzni, mondjuk csinálni egy ilyet. Hát akar jönni? Nem. Nem, mert rengeteg dolgunk van, meg kéne csinálni a kertet. Nem, nem megyünk most el, meg kéne csinálni a kertet. A cicákat rá kéne venni arra, hogy rosszalkodjanak, Jé, és melyik rosszalkodik? Most Kajla. Közben azért felírom, hogy falánk. Ó, oh, nézzétek csak! Mandarin rosszalkodik. Ez az. Beválnak a dolgok. Fel kéne írnom, hogy falánk egy dolgot megtanult. Jó, van, ezt most tedd mert itt rá lehetne szólni a cicára. Megint csak falánkra. Igyekezz, kérlek, szépen is szólj rá. Most először falánkra kéne rászólni mert ő hát, ha most már megtanulja. És neki akkor ez lenne a második, de nem! Nem már, hogy nem tanulta meg még mindig. Ez hihetetlen. Jó, akkor kire tudtunk még rászólni? Egy picit maradj már nyugton. is a rohangász egyfolytában rá is, Kajlára, és még mandarinra is rá tudnánk szólni, hogyha nem felejti el. Nem, sajnos már nem tudunk rászólni. esetleg kik vannak még? Bagira, hol van Bagira? Rá, rá tudunk szólni valamiért? Nem, jó, akkor ennyi. Ennyire tudtunk rászólni, és sajnos még nem. Op, megint felugrott falánk. nagyon ügyes vagy. De nem már, hogy nem tudok már rászólni. Falánk nagyon jól csinálja a dolgot. Mi? De már legalább ötvenszer elmondtuk, hogy ne ugorj oda fel. Hát miért nem vagy képes megtanulni? Most komolyan? És nem, nem mondja el neki még egyszer. Nem hiszem már, de tényleg. És most te mit csinálsz Már annyira folyik itt a víz, hogy már elárosztott az egész konyhát, vagy hova lett a víztócsa? Csak folyik a víz, de a víztócsa az így eltűnt. Na jó, oké, akkor cseréljük ne cseréljük, mert már nincs értelme. És akkor menjen el aludni, mert rettenetesen álmos lett, pedig még nincs alvási idő. Egy kicsit alszik, aztán felkeltjük és intézik tovább a dolgokat. Nem hiszem el! Úgy döntött a madár hogy ő kidobja a szemetet, Bagira is nagy cica lett, szuper, kidobja a szemetünket. Csak úgy, szó nélkül. Fogta magát és kidobálta. Nagyszerű. Amúgy nem tudom, hogy mi a helyzet, Öm, Falánkkal, mert nagyon sokszor ráugrik hogy ide a pultra, de egyszerűen képtelen megtanulni, hogy nem szabad ráugrani. Elég fura, ilyen még nem volt eddig. Ki az, aki ilyen szomorú falánk pont? Úgyhogy ott meg kéne simogatni. És még mindig eléggé álmos. Na jó, mindegy. Uh, legyen az, hogy megcsinálj a leckét, mert itt sem erre semmivel nem haladunk legalább az legyen meg. És ki is el adni a dolgokat. Jó, legalább a házia legyen meg, aztán most már utána szerintem nyugodtan alhat egyet. Egy normális alvás, most már tényleg ráférsz szegény Petrára. Oh, és akkor még jöhet a, a rossz fázis is neki, amikor tényleg semmihez nincsen kedve, mert épp lázadozni szeretne, Mondjuk azt eddig is tudtuk, hogy lázadó, de most aztán már tényleg. Jó van. Én elhiszem, hogy lázadni akarsz, de ezt a házit ezt fejezve. Utána pedig elmátsz, akkor pihenni egy kicsit, és a macska így ráül a füzetére, hogy te már pedig most itt nem tanulsz. Remélem befejezte azért. Jó, megcsinálta, és extra kreditünk nincs is. Hogyhogy, hogy pedig b tanuló. Ha. Jó, hogy meg se csinálta, mert túl fáradt. Hát nem látod be? te is, Flóra, hogy Petra szeretne egy kicsit aludni? Pont most kell piszkálni szegényt. Nem jel most már rendesen felpörög az idő, mert az előbbi a madár miatt egyszerűen képtelen volt az idő felpörögni. Hagyd már békén te is, hát nem igaz, hogy nem tud aludni egyet. És bejönnek hozzá cicák aludni. Érzik, hogy rossz kedve van. Természetesen Petra most sem tudta normálisan kialudni magát, mert valamiért föl kellett kelnie, talán azért, mert éhes, de hát annyira rettenetesen nem éhes, hogy most neki fel kelljen kelnie, és pattogatott kukoricát szeretne enni, hogyha jól láttam. Vagy inkább neki ezt megadnak, főzni? Hú, de rossz kedve van. Jó, van, akkor főz valamit? Én nem tudom, hogy ilyen állapotban milyen kaját lehet főzni. Nem lehet őt valahogy megnyugtatni? Hét órán keresztül ilyen állapotban lesz. Hát ennek nagyon örülök. Jó, akkor edd meg ezt a salátát, ami nagyon rosszul sikerült. Tudod mit? Ezt inkább kidobom. És szerintem válasz én nem... Jaj, nem, 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 nem. Nem, nem, nem. Van még benne olyan. nem? Hát főztünk. Jaj, nem főztük meg végül. Jó, akkor csinálj egy patogatott kukoricát. Szerintem az is jó lesz a macskáknak. Ha azt rakjuk bele a... Ba is a földre. Ezt nem tudtam kidobni? Nem, úgy látjuk azt nem. De elmosogatni el tudom. Mi van? Ehhez nem tudsz oda menni? Mond már el, hogy miért. Én idegeskedj. Komolyan nem tudsz hozzá oda menni, miért rossz irányba tettem le, vagy mi? Hát hogy lehet ezt rossz irányba lerakni? Tessék, itt van az orrad előtt, így meg tudod csinálni a patogatott kukoricát? Légy szíves. Nagyszerű. És erre kivesz a kaját a hűtőből, hogy azt megcsinálja, és rárakja a pattogatott kukoricás készítőnek a tetejére, és úgy látom, hogy már megint salátát akar magának csinálni, ami az előbb rossz minőségű lett. Nem, most valamit főz, ajaj, nem tudom, hogy jó lesz, ahogy ilyen állapotban áll neki főzni. De remélem, hogy nem csak egy személyre főz, ha már megcsinálja ezt a kaját, hanem legalább annyit, hogy a macskák is tudjanak belelni. De ha már elkezdted, legalább fejezd be, és nem, csak saját magának. Hát nagyszerű. Kunyizik? Nem kunyizik. Jó. Hopp, megint felugrott. Falánk. Gyorsan szóljunk rá. Ez most már meg kell, hogy tanulját, mert nagyon sokszor felugrott, és már nagyon sokszor rászóltunk. De hát nem igaz, hogy nem tudja megtanulni. Mi baj van ennek a macskának? Ezt a macskát nem lehet megtanítani semmire. Hát nem hajlandó megtanulni falánkot nem lehet megtanítani arra, hogy ne ugorjon fel oda. Eddig az összes macskának sikerült azért aránylag normális időn belül megtanítani, hogy ne csináljon ilyeneket. Ööö. Rá is el kéne szólni. Ő se ugorjon fel. Jó, hát Bagira nem tanulta még meg a dolgot. Arra gondoltam, hogy ebből lehetne kirakni. hogy miért vagy ilyen ideges egy folytában? Hát ez elképesztő. És mi az a járás, amit itt bemutatsz? Ez mi? Ennyire ki vagy készülve? Most nem érünk rá, hogy ennyire ki legyél készülve, rá, remélem, azt tudod. Tedd le szépen valahova, aztán még egyet kéne kivenni belőle. Hova tette? Hova tette? van, az inventóriába rakta. Egyet oda teszünk. Már megint kiugrott oda fel, falánk! Én ilyen, hát nem láttam még, komolyan mondom. Állandóan fönn van ott rajta, és ne, nem akarja megtudni. Jó, most már kivett kettőt, az elég lesz. Már akkor egyet teszünk ide is. Mi az, hogy nem vagy hajlandó megtanulni? De le se jön onnan! És most már rá se tudok szólni. És ezek a törpék itt a nappaliba? Ezek mi csinálnak itt? Ezeket csak most vettem észre. Na várjuk, ezt kidobjuk. És akkor kivetti onnan a szemetet. Ne legyél már ilyen fura! Még megcsinálni kéne, vagyis meg kéne még csinálni a kertet is. Úgyhogy akkor légy szíves, menj ki és csináld a kertet inkább, ahelyett, hogy itt hisztizál. Remélhetőleg a kertészünk azért volt, hogy megcsinálja a kertnek a nagy részét. Hát nem tudom, mert ezek a növények itt nincsenek meglócsolva. Mert pedig nekünk van egy kertészünk, akiknek, akinek ugye ez a feladata, meglócsolja a növényeket, meg stb. Hát nem tudom, hogy ma is jön-e. Ó, most már egyre többet tud eladni egy egymás mellett. Szuper. Legalább egy kicsit gyorsabban haladunk. Nagyon remélem. Megy azért neki a kertészként. Úgyhogy... Megy az. Hé, kisasszony, hát nem adtál el ott mindent azért. Egyetlen macska sem rosszalkodik most, illetve amelyik rosszalkodik, arra nem tudunk rászólni. Na de most már annyira ideges, hogy most már semmit sem tud csinálni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit meg kéne simogatni a macskát. Hát ha segít valamit, hogy ne legyen olyan ideges. Na ha ez nem segít, akkor semmi. Jó, most már csak pisírnia kell, akkor menj szépen oda. Nem tudom, hogy hova indult el, de szerintem most már nem menjél ki inkább. Hát ez kabaré ez a mai rész, komolyan mondom, ez egy kabaré. Én nem tudom, hogy mit, mi történik, de valaki már megint beleszik a szemétbe, ami neki most rettentően örülök, amúgy. És ez falánk? Na, légy szíves, tanuld meg ezt falánk, és akkor legalább... Legalább azt megtanulnád. Meg azt, hogy ne ugorjál már fel oda, föl. Hát hányszor kell még rá szólnom, hogy ne ugorj már föl oda? Tanuld már meg! Hihetetlen vagy! Na még egyszer rá Figyelj! Most ezt meg kell tanulnod, falánk. Nincs, nincs olyan, hogy nem. Tanuld meg! Na? Hát nem tanulta meg még mindig. Ez most mi? Hát ez... Én ezt nem értem. Kezdem feladni a dolgot, ez a macska bármit is megtanuljon. Hogy... Na jó, oké, okay, oké, okay, macskák. Meg el jegyezve. Meg el jegyezve. Egyik se akar rosszalkodni, mi? Most meg. Hát jó. És már meg nálmos. Hihetetlen. Nincs valami pontja, de van. Ha egy kompánia kéne neki. Azt még meg tudnánk esetleg csinálni. Ha megengedi. Melyik macskával van a legjobb viszonyba? Um, Kajla és Mandarin, hogyha jól látom ők. Nem is. Pussedlivel. Hol van Pussedli? Hova mentél aludni? Puszedli, gyere csak ide. Beszélgessünk mi egy picit. Akkor ezt a kompánia dolgot megcsináljuk, és lehet, hogy veszek neki ezt ha csak nincs nála. De van. Akkor veszek neki egyet, mert most már megőrít ezzel, hogy nem, tud, ki a, nem tudja ki magát soha. És állandóan álmos. Jó. Tehát. Mondjuk el neki a problémáinkat. Kérünk tőle 125 pontot, az mindig jól jön. Nem? Nem lehet még kompániának kérni? na már. Pedig szerintem elég jobban vannak egymással, Úgy most nem értem, mi miért nem engedi meg. Na most megéhes. éhes. Ked mindig van valami bajod. Ah, ez az, most már lehet. Akkor gyorsan megkérjük, és akkor legalább az élet céljának ez a része készen lenne, és haladhatnánk tovább a következő részre. Juhu! Ma tényleg nem jön a kertészünk, vagy most mi van? Hát de legalább a ijesztő jön sokan leg. Legalább ő meglocsolhatná azokat a virágokat, amik mi... mi csinálsz. Jó, rendben van, de azért locsolni is nagyon remélem, hogy locsolni fogsz. Gyorsan, itt meg ezt a fósant légy szíves. Meg, meglátod, jobb le, lesz a tőle pikpak. Most hova mész? Hova mész meginni? Miért kell, de. Ki érti ezeket a szímeket, Ki érti őket? Jó, sikerült megint, ja, nagy nehezen áll se hiszem. Most már vehet ebből a patogatott kukoricából egyet, legalább azt megegye. Nem nagyon látom, hogy belennének a macskák itt a dolgokba, meg rosszalkodnának, úgyhogy a mai részre úgy látszik, hogy elegük lett a rosszalkodásból, és most már befejezték. De azért még figyelem őket egy kicsit. Azt nem tudom, hogy mit lehet csinálni ilyenkor, hogy nem enged kiköltöztetni a háztartásból. Nem tudom, hogy ez, ezt most miért csinálja. Ilyen eddig még soha nem volt. Bele belefekszik. Várjunk csak, így rá lehet szólni most, nem? Ki az? Falánk már megint. Nem, nem, falánk. Nem, nem, nem alszunk ott el. Szépen felkelünk onnan. Szépen felkelünk, és újra rád fogunk szólni, mert már megint felugrattál oda, ahova nem kéne. Szólj rá! Most se tanulja meg, én nem tudom. Akkor ez majd a DJ és nem is a Sims. Tom most szivatsz engem, te macska. Te szivatsz, komolyan mondom, hát nem hiszem már tényleg. <laughs> Mi történik itt? De és közben legjobb barátok lettek? Vagy összeveztek? Le Várjunk csak, nézzük meg. Ah, lehet, hogy baj, hogy nagyon rossz viszonyban vannak egymással. Most épp mit csinál? Ilyet még nem is láttam. Püfölgeti a szemetest, és emiatt is rá lehet szólni. Na, legalább van egy új dolog, amiatt ami rá lehet szólni. Lehet, hogy amúgy azért nem um, fogadja el, mert annyira rossz kapcsolatban vannak, hogy lehet, hogy egy kicsit játszani kéne. Ezért ez itt a probléma. Na jó, van, mielőtt rászólsz az összes létező macskára, légy szíves, előbb mondd már meg neki, hogy ne a szemetet. Ja. De ne vitatkozzatok folyton. Kicsit simogasd meg, ha megengedi. Igazából most már azon is csodálkoznék, hogyha megengedi, hogy megsimogassa. Um. Jó, most már barátok. Oké. Okay. Picit, picit összehavárkodunk vele, hát ha akkor. Akkor megengedi, hogy rászóljunk, és hát ha akkor. ó oh ó -oh El -oh. tudom venni, hogy rossz alkodjon. Végre! Nem tudom most miért tudom őt rávenni, de rá tudom venni, hogy rossz alkodjon. Kíváncsi vagyok! Kíváncsi vagyok, hogyha ráveszem arra, hogy rossz akkor mit fog csinálni. Csinálj valami rumlit! Gyerünk, macska! Bízom benned, képes vagy rá! Hopp! Kiugrott fel oda. Bagira. Bagirára rászólunk, és igen! Már is kaparászik falánk. Ennek nagyon örülök, jó lenne, ha tényleg így mindig sikerülne, hogy uh, rá tudunk szólni. Igen, még tovább kaparászik, és most már nem enged rászólni. meg még tovább ugrálod fönn. Nem, nem enged rászólni, és ő rá sem. Hát jó. Viszont valamelyik macska épp felnő, mandarinból nagy cica lehet. Mandarinnak igazából már csak egy dolgot kéne megtanulni, hogy ő áll a legjobban. Most beakadt itt a rossz alkodása, egyszerűen nem tudok rászólni. Hihetetlen, hihetetlen. Nem tudom, hogy mit tudnak csinálni, hogy az összes kis állattal foglalkozzon egyszerre. Na megnézem újra egy... Újra meg tudom kérni, hogy rossz alkodjon méghozzá falánkot, akivel most már igencsak jó viszonyban vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ez a jó viszony a titka annak, hogy rá tudom venni a rossz alkodásra. Kíváncsi, hogy mit fog rossz alkodni. Elindult a kukához, és megint azt kezdi el bögdösni. Nagyszerű, szóljunk rá, ez már második alkalom, hogy rászállunk a bögdösés miatt. És megtanulta, ez az. Na, sikerült faláknak a részt végéig valamit megtanítani. A következő részre azért megpróbálom kideríteni, hogy miért nem enged kiköltöztetni, vagy megpróbálok kiköltöztetni valahogy mégis kisállatot a háztartásból. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Like ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. És legközelebb találkozunk. Sziasztok!